még címke nélkül konzervdobozokban a borsó és kukorica az Eko nyíregyházi gyárában. A vállalat ennek a két növénynek a feldolgozásában a legerősebb, de a különféle konzervzöldségek és gyümölcsök mellett lekvárok, befőttek, savanyúságok, mártások és szószok is készülnek itt, immár közel 60 éve. A termelés májustól nagyjából október végéig zajlik, igaz a hűtőházakból érkező terményeket ezt követően is feldolgozzák. A fejlődésre ugyanakkor van potenciál, akár új termékekkel bővítve a palettát. Hát gratulálok ebben a formában is. Fogad szeretettel. A cégnek lesz lehetősége a beruházásra a megújuló vidék megújuló agrárium programban elnyert 1,6 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően. Az Eko összesen 3,2 milliárdból fejleszthet a közeljövőben. Bővíti ennek a cégnek a kapacitásait, megerősíti, gazdaságosabbá teszi a termelését, erősíteni fogja a magyar tulajdonú konzervipar hátterét, erősebb termelői, beszállítói kapcsolatokat fog építeni, tehát mindenképpen perspektívikus. Ez megítélésem szerint Nyíregyháza és térsége számára kulcsfontosságú, hogy itt a városban erősíti a gazdasági kapacitásokat, a megyében és a szűkebb és tágabb környékén pedig azt a vidéki mezőgazdasági hátteret erősíti, amely a magyar vidék megmaradása szempontjából kulcsfontosságú. A beruházással nem csak az eddigi piaci tevékenységét erősítheti meg, hanem a jövőjét is építheti a gyár, tette hozzá az államtitkár, aki a támogatói okirat hétfői átadásán kiemelte, fontos lába a hazai élelmiszeriparnak a konzervgyártás, amely az elmúlt években jelentősen fejlődött. Épp ezért a következő években is legalább 400 milliárd forintot szeretnének fordítani a szektor megsegítésére. A térség országgyűlési képviselője is az ágazat stratégia jelentőségét hangsúlyozta, ezért nem mindegy, milyen minőségű élelmiszert fogyasztunk. A komoly megyei és térségi felvevőbázissal rendelkező Eko-nak pedig ebben nagy szerepe van. Az Eko egy jelentős élelmiszeripari vállalkozás a megyében, a top 100 adatai szerint a 44. helyen áll, ugye, a megye vállalkozásai, cégei vállalatai sorában, és azt tudom önöknek mondani, hogy majdnem 8 milliárd forintos nettó árbevétele van a nyilvános adatok szerint, és ugyan szezonálisan dolgoznak itt, de éves átlagban is közel 250 munkavállaló dolgozik, és természetesen szezon idején ez akár meg is duplázódhat. A támogatás elismerés, bizalom és ösztönzés is egyben, emelte ki a cég tulajdonosi körének egyik tagja, aki kifejtette, a várhatóan jövő év végéig megvalósuló beruházás mire ad lehetőséget a nyíregyházi gyárban. A beruházásainknak a legnagyobb része a csemege kukorica és zöldborsó kapacitásunk növekedésébe fog kerülni. Ezeket a kapacitásokat a következő szezonra, a 2023-as szezonra nagyságrendileg 40-50%-kal szeretnénk megemelni. De ugyanígy szeretnénk lehetővé tenni olyan termékeknek a gyártását is, mint például gyümölcs termékek, befőtt termékek, amiket az elmúlt években azért nem tudtunk gyártani, mert minőségbiztosításban nem rendelkeztünk olyan berendezésekkel, amik a biztonságos élelmiszergyártáshoz szükségesek. A nagymúltú vállalat emellett az energetikát is modernizálná története eddigi legnagyobb fejlesztése során, a megújuló energia minél nagyobb használatával. Ezzel az utóbbi időben meredeken emelkedő energiaáraktól is függetleníteni tudja majd magát.